Sziasztok, szép jó reggel! Itt vagyunk jelenleg Keszthelyen, a Kristály Hotelben. Elindulunk egy 4 napos túrára Szlovéniába, Bledbe, a Bledi tóhoz. Úgyhogy gyertek, tartsatok velünk! Kocsival vagyunk, tehát nem vonatozunk, nem buszozunk, hanem nem repülünk, hanem saját autóval. Néhány óra elteltével megérkeztünk Szlovéniába, ide a Bledi tóhoz. Viki már a szobában van. Hi. Hello! Foglalj helyet, megérkeztünk ide, hol vagyunk, a Bledi tóhoz. Igen. Ez a kis szobát, vagy apartmanunk, nézzétek meg. Ez itt a hálónk, egy nagy erkéllyel. Van egy nappalink, és ami nagyon tetszett ebben, egyébként választottam ki, hogy sok hotel van itt a tó környéken, de ez egy kis, talán 6-7 szobás kis panzió, 4 csillagos panzió, közvetlen tóparti étteremmel. Ez itt a nappali. Még egy följöhetett volna velünk valaki. Van egy portágy, külön tévé is van. Mindenhol van, tévé, 2 erkélyünk van. Tóparton vagyunk. Ott vannak a hotelek. Itt van az étterem, és közvetlenül a bár alatt vagyunk, ott fent, a magasban. Itt a Bledi bár. Csak kipakolunk, elrendezkedünk, iszunk egy jó kávét lenne a bárba, és elindulunk körbe a tóparton. A szobánk az majdnem riki-tiki. Ezt itt letakarjuk, akkor riki. Riki. Túriki. Igen. Túriki. Megérkeztünk Bledbe, a Bledi tóhoz. Konkrétan 5 perce vagyunk itt, úgyhogy nagyon sok információval még nem tudok szolgálni, de az biztos, hogy a látvány magáért beszél. Gyönyörű a tó, gyönyörű a környék. Ott van a tó közepén ez a kis sziget, a híres sziget, amin egy templom van, ahova 92 lépcső vagy 96 lépcsőn kell felmenni, és úgy jutunk be a templomba, és csónakokkal lehet kimenni. Úgyhogy ez is az egyik programunk lesz itt. Aztán mindjárt, hogy fel itt fent van a vár közvetlen mellettünk, úgyhogy nagyon sok minden van itt a környéken, de még nem tudok sokat mondani, mert mi is csak álmodunk és bámulunk. Viszont ami nagyon-nagyon jó, itt a tó, és 10 méterre lakunk tőle, és a szobánk ide néz a tóra. Egy jó kávéra vagyok most ráhangolódva. Ez így. A Bledi krémes. Azt mondják, hogy aki itt jár a Bledi tónál, az nem hagyhatja ki ezt a Bledi krémest, úgyhogy mi rögtön ezzel indítottuk. Hozzá egy kávéval és egy fehér savignon borral, úgyhogy egészségetek és tartsatok velünk. Bizony. Elindulunk a tó körül. Nem megyünk körbe, de bizonyos útig elmegyünk. Viszont Feri majd meg fogja mutatni, olyan érdekes ez az épület, ez valószínűleg biztos egy hotel lesz majd, vagy olyan régi épületből. Most kezdték el felújítani. Kicsit furcsának tartom, hogy akik innen jönnek, mindenki vizesek. Tehát lehet, hogy a csónakba le kell szállni, és vizesek lesznek. Akkor meg... mi nem szállunk be. Hát azért egy víz tőlem jelent meg, azért feljussak a templomba. Hát jó, lesz hideg víz. Tavasszal. Jó, magasra kell felmennünk, oda fel kell készülnünk egy túlra. Semmi baj. Kell egy kis lendület, mert neki megyünk a lépcsőnek, és én azt annyira nem szeretem, de hajrá! Figyelj, milyen szép a víz, ugyan jól lenne megmutatni. Eljöttünk körbejárni a tavat, körülbelül a felénél járunk, mert onnan indultunk, de egy csodálatos helyre érkeztünk, ez a másik vége. Ugye ott a kis sziget a templommal, de ez valami gyönyörű látvány.
nagyon sok a turista, de annyi nincs, hogy zavaró lenne, viszont annyira kellemes az időjárás, kellemes a levegő, szép a táj, minden. Csak ajánlani tudom mindenkinek, de most fedeztem fel, hogy itt kemping is van. Tehát akik kempingezni szeretnek, azoknak egy frankó kempinget találtunk. Most lakókocsival, sátorral, mindenre lehet venni. Első reggelünk, és hozzák a first page, we have breakfast. Okay. If you want sandwich as well, just choose whatever you like. Okay. Thank you. Sziasztok! Megkezdjük itt a második, illetve az első teli napunkat. Itt vagyunk a kis panziónk előtt, innen indulunk el. Egyébként gyönyörű helyen vagyunk, itt most minden zöld, körülöttünk, ott a tó, nem tudom, hogy az látszik-e. Mi ott elindulunk felfelé, és felmegyünk a hegycsúcsára ma a várba. Most a délelőtti programunk a várlátogatás lesz, úgyhogy neki is indulunk, mert hát ha megered az eső, és így gyertek velünk, tartsatok velünk. Úton vagyunk fel a várhoz. Még innen is nagyon magasan van a vár teteje, vagyis a vár, és ilyen szerpentinen jövünk végig. De még a negyedén is járunk. Ah. Kell egy kis lendület, mert neki megyünk a lépcsőnek. És én azt annyira nem szeretem, de hajrá! Múlnak az évek, már fiatalabb nem leszek. Elmúltak a gyermekévek, nincs letagadott pillanat. Nincs megvált óra, csak szép és jó. Még ezt a pár lépcsőt megteszünk és ütünk a várnál. A bakancs listám végén van, hogy 100 évesen meghalljak, de addig még jó sokat mulatok. Gyönyörű a látvány, most elérünk ide a csúcsra, nézzünk le a csúcsról. Ó, ez valami csodálatos. Igen, a Bledi-tó összképben. Itt van bent a mi kis szárásunk, nem tudom, hogy látszik-e. Ez a kis fehér. És tegnap ezt így körbe gyalogoltuk az egészet, gyönyörű volt. És ott van a Szüzele templom fent. Felértük ide, és én azt éreztem most, hogy volt egy ilyen félperces néma csend, amit így hirtelennyi belállt a szavunk. De az eső is, mint eső a is, és azt szokták mondani, hát mi hiszünk abban ebben, hogy ha hirtelen alakul ki csend, akkor egy angyal száll le közénk, és ha tényleg így van, akkor én most nagyon-nagyon örülök. És ha látnátok arra, amit most szerintem ez a kamera nem lát sajnos. Itt erre mondják, hogy a gyönyörű falba. Hiszen megérte ide felsétálni, illetve ezt a sok kilométert megtenni, mert a Bledi-tó az gyönyörű. Azt mondják, hogy a Bledi-tónak két nagyon fontos állomása van, a szigeten lévő templom és maga a vár. Ezen kívül rengeteg dolog van, amit lehet csinálni. Azt gondolnánk, hogy mit tudunk ezzel egy tóparton, de igazából rengeteg kiránduló hely van. Holnap mi kalandparkba megyünk. Bejöttünk a múzeumba, most körülnézünk. Igazából még nem olvastunk utána, hogy miről szól az a múzeum, hogy mit tartalmazát. Gondolom, hogy Bledi dolgokat, Bledi történetet. De ez a cserépkályhely egyből megfogott, mert imádjuk a cserépkályhákat.
egyszerűen fantasztikus. Ó, és még meleg is. Lehet, hogy ezzel főttenek. Igen, ezzel főttenek. De nagyon szép a motívum, minden nagyon szép. Azért nézzél vele ide a csajod, tehát pont ha igyálsz középre, mind a kettő téged néz. Ja. Kétszáz évvel ezelőtt itt volt. Ez a farmer területe volt. Ebből viszünk felületet. Akkor kóstoljuk meg, kocsítsunk egyet. South West Side. Te az ellent kóstolod, én a dol. Egészségre. Története, ha harangja, hogy azt mondják, hogy ha valaki hallja a harangszót és kíván, akkor az teljesülni fog, akkor is hát, hogy kívánjon, ha háromszor harangoznak és azt hallja, akkor pedig teljesülni fog, úgyhogy figyeljük a harangot. Én már túl vagyok egy espresso kávén, nagyon finom volt, Viki még kapucsínózik. Én még iszok egy kapucsínót, mert jó kis kávé. Mert reggel 10 órakor felmentünk a Bledi várba, délig voltunk, aztán lefelé évekbe mentünk a templomba. Aztán hazamentünk, mert ott volt a szállásunk, és most elindultunk, hogy a hajókhoz, hogy átmenjünk a szigetre. Tehát képzeljétek el, hogy előtte elmentünk leegyeztetni egy hónap utáni programot, mindent, és reggel fenn voltunk a várban, akkor láttam egy lányt, aki valakire emlékeztetett, és mondta a Ferihez, hogy itt van XY is a várban. Majd a várban többször összefutottunk vele, de nem adta neki jelentőséget. Lejöttünk, hazamentünk, elmentünk most a programszervezőhöz, kijön velünk szembe, hát a lány. Mondta a Ferihez, megint ott van. Aztán elmentünk most sétálni, lementünk a hajókhoz, a hajóknál kivel találkozunk, megint a lánya. Mondtam a Ferihez, hogy ez egy titkos ügynök megkövet minket, és amúgy beülünk ide kávézni, és kijön be, megint a lány, Feri megmutatja nektek. Egy napában ott ül, nagyon jó. Ott ül fehérben a titkos ügynök. Igen, reggel voltam. De nagyon érdekes, itt vagyunk egy nem kis helyen, nem csak tudom, de nem kis helyen. Reggel találkozunk várban, találkozunk a mosdóban, találkozunk, kitalálkozunk ott, jó, hazamegyünk, nem adok jelentőséget. Mennyi az esélye arra, hogy ő pont másfél órát pihenjen valahol, mint mi, és másfél órában ugyanott legyen, ahol megint mi vagyunk. Lehet, hogy valaki utánunk költe, aztán titkos ügynököstől meg lehet, hogy Bagi gondolta, tudni akarja vele járni, ha már nincs itt velünk. És nem hiszitek el, itt ülünk a hajóban, és mutatnak, hogy kiszáll rá. A titkos étel. Most már biztos vagyok benne, hogy az. Úgyhogy ennek mennyi az esélye, hogy még együtt megyünk hajózni. Azt mondtam a kávézőbe a Ferinek, hogy ha bemünk ilyen, akkor biztos, hogy valami van. Leszel, itt van. Kapitány megindítja a járatot. Színes szinkronizált szlovéniai film. A követő. Ja. A bakancs listán végén van, hogy 100 évesen meghalljak. De addig még jó sokat mulatok, és lehozom az égről a csillagot. Hát ne búsuljatok, emberek, a könnyek helyett ne vessetek, hogy a jó kedvetek még jobb legyen, egy jó bort töltsetek.
Megérkeztünk a Szüzanya templomhoz, itt vagyunk a szigeten, kis hajóval jöttünk, és imádom, hogy ilyen tényleg, én hiába esik az eső, csepeg az eső, nagyon szeretem, nagyon tetszik, és most felmegyünk ezen a lépcsőn, amin én nagyon szívesen felgyalogolok, bár Feri azt mondta, hogy felvinne, mert a babona úgy tartja, hogy a szerelmeseknek fel kell vinni a hölgyet, de azért, ha 10 évvel ezelőtt mondja, akkor még azt mondom, hogy oké, most nem szeretném, ha sérvet kapna, úgyhogy megyünk. De azért az akarat az megvan bennem. Az igen. Bledi szigeten, a Tóz szigetén, a templomban, és hát állatba ejtően szép szerintem, gyönyörű. Kettő, három, még egyet. Most én hozok akkor hármat. 20. Nem tudom miért, de nekem a negyedik stáció az, amit hogy örökké Izraelben voltunk, és ugye az maradt meg bennem, a negyedik stáció, amikor Mária zsebkendőt ad meg Héva, és ruhát, hogy törölje meg magát. És itt látom pont a negyedik stáció. Bejöttünk a toronyba, és most felmegyünk nagyon magasra. Innen lehet látni, hogy hova. Innen megnézem egy picit. Hú, ez nagyon magas. Igen, mert jól látni. Még egy kis gyaloglás. Igen. Újabb lépcső. Nagyon magas jöttünk fel megint. Úgyha aki lát minden. Ott jöttünk fel a lépcsőn, ott lent. Itt igen. Sziasztok! Sziasztok! Csodálatos időnk van. Ez a harmadik reggelünk, vagy harmadik napunk, hogy itt vagyunk. És most elindulunk egy busszal, buszkirándulásra. Nem tudom, hogy kell mondani, Vidgár, a Vidgár szurdokhoz. Uh-huh. Vidgár, nem tudom, de elmegyünk, megnézzük. A Bleditót tegnap körbejártuk, meg volt minden, meg volt fönn a vár, meg volt a templom. Tavat is körbe sétáltuk a 6 kilométert, vacsoráztunk egy nagyon jót, aludtunk egy nagyon jót, igen, és most reggel, hát délelőtt 10 óra 47 van, 11 óra 5-kor indul a buszunk, és megyünk a szurdokhoz. Gyertek oda is velünk. Bizony. És végre most egy picit jobb idő van, habár ugye említettük már a videóban többször is, hogy esett az eső, de semmit nem veszel a napból egyébként, de azért egy picit jobb így, hogyha nem esik az eső, és egy picit süt a nap. Nézd a Viki, látod? Megcsinálták a piacot. Mi összesen 4 éjszakára jöttünk, és még holnap van egy tegnapunk, ami nem lesz izgalommentes. És komolyan az autósoknak mondom, hogy ez nem egy ilyen humbug szöveg, hogy egy egyenes út van, de frankon rámész az M7-esre, és megállsz itt Bledben. Tehát nagyon egyszerűen, és ráadásul nem volt tumultus sehol, tök jó lehetett jönni. Na hát akkor nézzétek tovább a videót, lesznek még érdekes dolgok. Hát mondtam Feriek, hogy énekeljen a dalát, de ide azért nem igaz az, hogy a kacskaringos kis patak, mert azért ez már a pataknál jóval nagyobb, de egy gyönyörű. Tehát ahogy jöttünk lefelé a szerpentinen, már ott láttuk, hogy csodaszép, és mi nem tudjuk, hogy mi vár ránk. Ez egy 1,6 kilométeres szakasz az erdőben, oda-vissza a 3,2. A part
és számoltuk 9 magyar autó, úgyhogy biztosan találkozottunk magyarokkal is az út során. Múlnak az évek, de nem bánom, a virág is újra nyílik tavasszal, nyáron. Új szelek fújnak, szerelmet hoznak, és a szívünk jobb, mint egykor, boldog, fiatal. A bakancs listán végén van. Nagyon szép, tényleg. Azt mondtam pont, hogy minden másodszerben tudok fotózni. Ez ijesztő, ez meg gyönyörű. A híd egyik oldala, és a híd másik oldala. Tényleg innen jön a félelem, és meg már a megnyugvás. Én azt hiszem, hogy mind közlekedünk. Biztonságban vagyunk már is. Viaduktszerű vonatsín, vagy vonatpálya, ami, nem tudom a nevét megmondani, melyik, de egy nosztalgia vonat megy rajta, ami egészen Olaszországig megy. Teljesen a vége felé közeledünk, és ilyen jó kis borongálás, hogy leülhetünk egy jó pohár borra, egy jó kávéra, vagy esetleg egy jó szendvicsre, ki mit szeretne. Hát itt, amit látjátok, pici gyerekek is így sétálják. Tehát itt a vége. Ami a hűtte. Igen, kis oázis. Ó, ez is gyönyörű, itt a másik. Juhú! Jól bírja. Ég az arcom, olyan melegen van. Ez a hegy mellett azért nem kis dolog, de... Oda csak. Oda. Viszont itt elmes sorra mindenki mögöttünk. Egy kicsi táblák. Egy-két kicsi tábla van, ami jelzi, hogy... hogy érünk vissza a parkolóba. Hát most így, első látásra. Mint ha nem is hinném el, hogy mit ír az a kis tábla. Ugyan? Megyünk, mondom, egy kis táblák jelzik, hogy hova érünk vissza. Nagyon picik. Rá van írva, hogy parkoló. Most még innen 35 perc gyalog. Igen. És akkor ijednék meg, hogyha mondjuk egy fél óra múlva besötétedne, és még van vissza fél óra.
így az erdő közepén. Ez érdekes. Nekem nagyon tetszik, hogy itt az emberek élnek, a pajtájuk szabadon, a házak között jönnek el a turisták, köszönnek, ott egy kis kápoló. De szép. Már is megvan a jelünk, hogy jó úton járunk. Jó úton járunk, így van. Hogy nem látjátok, de ott lent már jártunk. Alattunk csobog a... Messze látszik az épületek, ahol megyünk? Ott a parkoló. Ránk végéhez értünk, kereken 5 perc hiány 2 óra volt az, hogy végeztünk. Egy gyönyörű szurdokon mentünk végig, és egy jó kemény pályán jöttünk vissza, magason, domnak föl, lépcsőn, mindenhol, de biztos látszik, tiszta vörös lehetek, de 2 óra alatt végeztünk, és visszaértünk a kiindulási pontra. Hazaérkeztünk a túráról, el vagyunk fáradva, de nem volt elég a 2,5 óra, 2,5 óra gyaloglás hegyen, völgyön keresztül. Most még elindulunk a tó körül, megtesszük ezt a 6 kilométert, és utána elmegyünk egy jó vacsorára. Csodálatos idő van, rengeteg a turista, péntek van, tehát most már azért nagyon sokan jöttek, látszik, hogy aki hétvégére, meglepően sok a kínai. Lehet, hogy nem látszik mögöttem az a gyönyörű, szép havastáj, de egyszerűen nem bírok betelni vele, és folyamatosan azt nézegetem, hogy milyen szép. Izgalmas napnak nézünk ma elébe. Napsugaras, napfényes időnk van, és mi megyünk, elindulunk Ferivel most egy szintén egy 6 kilométeres körre, körbe megyünk a tavon, utána pedig megyünk egy adventúrára. Kalandparkba megyünk fel, amit már szerintem 2 napja ezzel álmodok, úgyhogy... Tényleg? Hát úgy estéket elképzelem magam, hogy a kötélpályán nem tudom hány száz méter magasságba csúszok lefelé a patakok meg a hegyek felett, de majd meglátjuk, hogy én még akkor még mindig nem döntöttem el, hogy... Nincs más választásom. Be vagyok fizetve, úgyhogy menni kell. Ennyi. Tök mindegy. Ja. Ott hagynál engem egyedül? Nem jönnél velem? Nem, mindig megvállak, amikor lecsúszol a... De hogy jössz át a másik oldalra? Bébig a bénekelni, kisvasút. Ez körbe megy a tavon, aki nem akar sétálni 6 kilométert. Ez egy igazi kikapcsolódási központ. Itt semmi extra olyan dolog nincs, hogy nem kell kiöltözni, hogy most esti bárba menni, vagy bármi. Itt mindenki tök lazán, mindenki melegítőben, sportosan, mintha mindenki sportolna, bár naponta szerintem mindenki megteszi a tó körüli utat, ezt a 6 kilométert. Nézzük a pont a csoki. Mind a gyönyörű színe van. Ha kutyám ezt, ilyen kutyám van. Van ezt a mondaná is, hogy keke itt a csoki. Itt meg itt van a feketébe. Lehet. Elindulunk, megyünk ciplinon. Csinálunk a srác egy fotót. Oké. Okay. Van for Instagram. Köszönjük. Thank you. Okay. Ez húlva nehéz a boss, ez a menetelés. Utassuk meg a főnökötök, a bosszok itt. Igen. Bosszok. Igen. Igen. Szóval elindulunk, teljes felszereltségben vagyunk. Megyünk nagyon magasra. If you're ready, you can just follow me. Már volt egy próbacsúszás, és mindjárt csúszunk az elsőt. Ja, ja. Első pálya. It's goose. Igen. Én is. Hát itt még jó, hogy nem? Nagyon magasan nézd vagyunk, szerintem a következő pályák majd magas lesz, csak fák között. A bakancs listán végén van, hogy szemem a jövő szokott volt. Jó, de... még jó sokat mulatok,
és lehozom az égre a csillagot. Na, akkor indulok. Még nem. Okay. Hogy a jó kedvetek még jobb legyen, egy jó bót töltsetek. Bye bye. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó volt. Ez magas volt. Magas, nagyon. De gyönyörű, szép volt. Thank you. És a sapkám, azt hittem, hogy nem mertem hát, nem csatolódott ki? Nem. Nagyon jó volt, gyönyörű volt. Ez a leghosszabb 700 méteres pár volt. Igen, megkérdeztem a sárttal. Te bírtad? Persze. Jó volt. Érkezik Feri. Na, milyen volt? De jó! Nekem nagyon tetszett! Jó volt! Szép volt, igen! Nem számítottam! Nem számítottam rá, hogy itt most le kell lassítanom, csak nagyon nézelettem. Oké. Nagyon szép. Tehát most már harmadiknál azt mondom, hogy nézelődök. Az a baj, hogy van nem... Van mit egyébként, igen, néznek. Hogy nem szabad elengednünk, mivel először vagyunk. Két kézzel kell fogni. Egyébként vinnék kamerát, és egyel csak azt tanultuk meg, hogy kesztyűbe kell fogni, és ha a szél elforgat, akkor mi magunkat tudjuk visszaforgatni, igen, és ehhez kell a két kéz sajnos. És most egyre közelebb vagyunk a havas hegyekhez. Végeztünk a harmadik pályán, most megyünk a negyedikre. Igen. És azon kívül még van, hát összesen van még négy. 700 méteres ott a leghosszabb. Folyónál mentünk át. Most pedig úgy látom, hogy tóhoz hoznak minket. Egyébként a pályák között egy kis túrázás van. Nem egyszerű ebbe a szerkóba, plusz be vagyunk öltözve. Na nézzük, mi a negyedik pálya. Azt a gyorsan lenekések róla. Lement a bosszunk. Érkezik Feri. Lassít, mutatják, hogy lassítson. Megérkezett Sihel Feri. Azta, ügyes! Te jó belasítottad magad! Prosta, prosta! Derunk, derunk! Gyerünk, gyerünk! Yeah. Hogy miért lasítom ennyire magam be, pedig ha megláttam, hogy minteket azonnal akarok állni. Nagyon jó, magas! És elárulom, hogy egyik pálya se hiába hosszabb, meg rövidebb, ugyanolyan félelmetes mindegy. Igen, de gyönyörű a látvány, tehát nem, igen. Nem tudom, te persze, nem nézel jobbra balra. Csak a kötélkedet. Az előző pályán nem vettük ki, nekem kiesett a kesztyűből a kezem, és azért megijedtem itt a végén, hogy így ellebegtem, úgyhogy úgy zuhantam neki ennek, de semmi gond, mert megfogott a srác, úgyhogy... Tudod az ujjad kb. Milyen vastaga? Kábel. Igen, hát ilyen újnyi vastagság. Újnyi vastag kábel, igen, aha. Ja. De egyébként eszméletlenség, hát a eszméletlen gyönyörű a látvány, tehát nem szeretném nagyon felvenni, de nem lehet, tehát most mivel kezdők vagyunk, nem engedik, hogy egy kézzel jöjjük le. Ja. Pedig simán lejönni. Ilyen közel voltam itt. Azt mondom, igen. Jaj! Oké, okay, thank you. Aztán mehetünk itt mellett. Hát ilyen ösvényeken kell egyik pályáról átérni a másikra. Tehát azért nem semmi. Hú.
kellett volna kihagynunk, úgyhogy gyönyörű napsütésben szakad rólunk a víz. 6 pályán túl vagyunk, és itt az utolsó, a 7. Szerintem ez oda csap. Össze a folyó felett. Aha. Tehát ez az útvonal. Aha. Ez szerintem hosszú. Éppen. És ott lenne a mélység. Csúron víz vagyok. Figyelj, megyek elsőnek. Oké. Okay. Ugyan a harmadiknak nézze. Jó. Érkezik Ferri. Ez volt a legszebb pálya. Ez volt a legszebb. Tetszett? Nagyon. Thank you very much. Very beautiful. Nagyon-nagyon szép minden. És igen. És most már levetkőzhetünk. Meg volt az utolsó. Azt hiszem, 7. hogy Szlovénia emlékből szerintem ez lesz a legmaradandóbb. És talán ez az, amit tényleg nem lehet kihagyni. Ezt komolyan mondom, gyerekek, hogy amilyen átmentem én, így lelkileg, hogy nagyon féltem már tegnap óta, az elsőnél betam nagyon, és az utolsónál meg azt mondtam, hogy jaj. De ezt is megcsináltuk, egy újabb bakancslistát kipipáltunk, aztán azt hiszem a következő a tandemugrás lesz. Az biztos, hogy nem. Az tudja, hogy nem. Csak hogy lássátok ti is, hogy hol voltunk. Hát innen jöttünk. Sziasztok! Még mindig remek kezem, lábam, érzem, hogy mindenem. Túl vagyunk ezen a kalantúrán, a középpályás kalantúrán, ami szerintem rátette itt a pontot az élet Szlovéniában. Nem akarom, hogy dicsérni nektek ezt a helyet, de tényleg azt gondolom, hogy aki teheti, jöjjön el erre. Mindenféle szempontból kitűnő. Mi 3 napot töltöttünk itt, rengeteg élménnyel megyünk haza, amit ebben a videóban ugye láthattok. Az eredeti tervek szerint holnap reggel indultunk volna haza, de most azt beszéltük Ferivel, hogy nagyon jó idő van, süt a nap, este 6 óra van. Megvacsorázunk itt a kis kedvenc helyünkön. És nem alszunk már, hanem elindulunk haza, mert holnapra meg esőt mond, és könnyebb hazamenni még este, mint az esőben, úgyhogy utolsó napsütéses esténket itt a parton eltöltjük, eszünk egy jó vacsorát, és indulunk haza, ennyi volt Szlovénia, nagyon jó volt, Bledito tényleg csillagos ötös kapott tőlünk, az emberek, a hely, az időjárás, és teljesen mindegy, hogy esett, vagy nem esett, vagy csütött a nap, mindenhol, minden időben megtaláltuk a kedvenc dolgunkat, amit lehetett csinálni, úgyhogy Szlovénia kipipálva. Érdemes volt eljönni, abszolút nem bántam meg, mert valamit megbánok, de ezt abszolút nem bántam meg, hogy itt vagyunk. Nagyon szép időt töltöttünk itt, jókat ettünk, jókat beszélgettünk, jókat sétáltunk. Nagyon sok élménnyel gazdagodtunk, legfőképp én, mert én nem vagyok annyira bevállalós, mint Viki. Ez a kötélpálya, ez azért oda csapott, megmondom őszintén. Félelmetes volt számomra, de ahogy mondtam a végén, hogy szeretlek Jézus. Nagyon jó volt. És nagyon-nagyon szép minden. Remélem, hogy ez a videó szórakoztató számotokra, és egy picit ösztönzünk afelé, hogyha megtehetitek és van rá idő, energia és stb., akkor tegyétek meg, hogy beültök az autóba, és néhány órán belül itt vagytok Szlovéniában, akár a Bledito-hoz is. Elsősorban eljöttök, és kívánom, hogy érezzétek ti is ilyen jól magatokat, mint ahogy mi is jól éreztük magunkat. Sziasztok, vigyázzatok magatokra, egy hatalmas ölelés nektek!